Ma reggel Szijjártó Péter Marosvásárhelyen kezdte erdélyi látogatását. Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének körútja Sepsiszentgyörgyön, Háromszéken, majd Csík és Gyergyószéken folytatódott. Olyan időket élünk, amikor az érdekeink eddig is közösek voltak, de most még inkább közösek. A térségben nem csak a magyar emberek érdekei közösek a Kárpát-medencében, hanem az itt élő népek érdekei is, gazdasági, politikai, minden tekintetben. Tehát fontos, hogy van egy párbeszéd közöttünk, és ez a párbeszéd folyamatos. Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes Sepsiszentgyörgyön köszöntötte Szijjártó Pétert. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere ma reggel érkezett Erdélybe. Itt tartózkodás alatt több megye és város vezetőivel találkozott, valamint intézményeket látogatott meg. A külügyminiszter kijelentette, nagyon fontos a kapcsolat, ami Románia és Magyarország között áll fent. És fontos az is, hogy kétoldalú, praktikus, az emberek mindennap élete szempontjából fontos sikertörténeteket tudunk építeni. Ilyen például a gazdasági együttműködés kérdése. Románia az egyik legfontosabb exportpiaca a magyar gazdaságnak, a magyar tőke egyik legfontosabb beruházási célpontja. Az itt létrejövő magyar beruházások munkahelyeket teremtenek, adóbevételt generálnak, hozzájárulnak a román gazdaság növekedéséhez, ami az itt élő magyar nemzeti közösségnek is jó. Szijjártó Péter utazásának céljáról a ma esti 24+ műsorunkban számol be bővebben. Ezt láthatják ma este 8 órától az Erdélyi Magyar Televízióban.